Több lakossági megkeresést kaptunk az ügyben, hogy bizonyos kereszteződésekben Zuglóban nincsenek zebrák, ezért életveszélyes az átkelés. Azt is megtudtuk, hogy ezen útszakaszok nem is feltétlenül a zuglói önkormányzathoz tartoznak, vagy a Budapest közút ZRT-hez, vagy a fővároshoz. Ahol BKV járat van, az a fővárosé. Több bejelentést kaptunk, hogy zebrára lenne szükség a Róna és a Szugló utca kereszteződésében. Megkerestük a zuglói városgazdálkodási osztályt, ahol azt az információt kaptuk, hogy a Szugló és Róna utca esetében már vannak tervek, és hogy a kereszteződést jelzőlámpával fogják majd ellátni, tehát a zebra kérdés meg fog oldódni. De azt, hogy mikorra, azt sajnos nem tudták megmondani, mivel a fővároshoz tartozik ez az útszakasz, de legalább még egy év lesz, mire megvalósulhat a terv. Kerületben élő aggódó szülők hívták fel a figyelmet az Egresi, Fűrész, Csernyus utcai kereszteződésre, ahol ugyancsak életveszélyes az átkelés. Ráadásul a közeli iskola jelenléte is indokoltá tenni egy zebra felfestését. Hát itt az iskola, itt az óvoda. Ez az útszakasz viszont a Budapest közútkezelőhöz tartozik. A helyszínen jártunk, és mi magunk is tapasztaltuk, hogy mennyire életveszélyes itt átkelni. Ebben az esetben az a megoldás, hogy a vagyonkezelő értesíti a fenntartót, hogy zebra igényünk van, és majd ők intézkednek. Az, hogy ez egy év, vagy tíz év, vagy egy hónap, erről nincs információnk, és a zuglói vagyonkezelő sem tudott biztatót mondani. Minden esetre mi rajta leszünk, hogy nem merüljön a feledés homályába ez a zebra igény, és rajta leszünk egészen addig, amíg meg nem valósul.